13-6-os Inferno, illetőleg egy 13-10-es nyúk után meg is érkezünk itt a Decider mapunkra, azaz az Ancientre érkezik, és az ominózus késkör itt a Meta Tensei versus Paraspeak összecsapáson. A mapok tekintetében pedig ugye a leges Inferno-t a Meta Tensei, az előzőt a nyúkot pedig a Paraspeak tudta megszerezni magának, így hát elmondhatják magukról, hogy az általuk pikkelt mapot kvázi megnyerte mind a két csapat, úgyhogy tényleg kötelekig feszülnek az idegek. És hát közben láthatjuk is, hogy a nyert késkör a Meta Tensei neve mellett landul. Nem lennék meglepve, hogyha maradnának is a CT oldalon, amit aztán meg is tesznek, hiszen tényleg itt Ancientön hiába, hogy azért a, szintén a C2-nek köszönhetően erősödött ugye a támadóknak az oldala, azért még mindig a CT oldal az, ami úgymond a könnyebb és gyakorlatilag könnyebb rajta köröket szerezni. 10 másodperc, ami még vissza van itt a legelső körös visszaszámolásunkból, és azonnal bele is csöppenünk az Ancientünkbe. Hát itt azért vannak olyan változtatások, amik úgy érzem, hogy inkább a CT oldalt favorizálják, gondolva ott az árnyékokra kévben. Vagy itt sokszor van olyan füstös execute, hogy a gránáttal, ha eloszlatod azt a füstet, akkor könnyen szerezhetsz az execute-tól ott támadókra egy picket, egy entry CT-ként. No de nézzük, hát most gránát nem nagyon lesz a CT-knél a pisztoly körben, nézzük azt az execute-t, a Charry nyit. Novice trade-el, Shifts viszont folytat a Berettákkal emberelőnyben a védőcsapat. Nem lesz viszont több a Berettákkal, Norberto és Balnia beszúrnak egy-egy freget. Amellett, hogy az idő is innentől kezdve a Paraspeaknek dolgozik, emberelőnybe is kerültek, és nem tudom, hogy ezt hogyan fogja visszahozni a Meta Tenseit. Nagy valószínűséggel én szerintem legalábbis sehogy, habár azért itt a tegek jók, viszont ahogy korábban be is lengettük Norbertótól egy óriási fejes Rexre, illetve Novistól a Dual Berettásra, szintén Rudira, még egy hatal, még egy annál is nagyobb fejes, úgyhogy ezáltal hát gyakorlatilag a kör eleje nagyon a Meta Tensei felé terelte ezt a kört, aztán végül tényleg itt Balnia, illetve Balniától volt egy nagyon crucial frag azzal a glockkal, amikor a Dual Berettással a bombarakó játékosra rátörő shiftset tudta hát gyakorlatilag két golyóból kifejelni a kis pisztolyával, tényleg az volt egy nagyon fontos gunfight, és hát tényleg azért ott volt még egy csapattársa, aki hát az ember hátrányból egy emberön tudott maguknak kovácsolni, a többiek pedig igazából lezárták a kört, úgyhogy tényleg ez egy nagyon szép támadás és nagyon szép egyéni megmozdulás mindegyik Paraspeak és játékostól, már mutatni az is, hogy szinte csapatként fregelgették le az ellenfeleket, úgyhogy ezáltal 1-0 nekik most itt az első kör után, 1 perc 30 másodperc az óra, mire ugye megkezdődnek a szokásos mit foglalások, illetve hát nagyon úgy néz ki, hogy lémből csíta felé akarnak most a támadók próbálkozni. CT oldalon pedig érkezett egy Dezi, egy CZ, illetőleg egy P250 a képernyőn látható Rudi személyétől. Körülbelül 70 másodperc, amikor pedig Novisnak, illetőleg Norbertonak meg is indult a támadásra. Frag viszont nem akadt be Shiftsnek azzal a CZ-vel, helyette kemény 90 HP-t tudott lesebezni Novisnak, emberelőny a Paraspeaknél. Egyre nagyobb slamasztikában most a védő oldal. Nem viszik egyelőre tovább ezt a B-támadást ennek ellenére a Paraspeakesek. Már úgy néz ki, hogy a végső destináció mégiscsak ez a rakó lesz, csak inkább a biztosra mentek, kicsit kivártak, nem akarták elsietni a dolgokat, de jönnek a füstök, lehet hozni a bombát, be lehet ütni a kódot, hát és innentől kezdve maximum 40 másodpercen belül ténylegesen oda kerül a kettes szám a Paraspeak neve mellé. Charry mondjuk középen tud egy freget szerezni az USP-vel, egy Mac 10-es viszont azt annyira nem hiszem, hogy érdemes lenne kimenteni. Meg lehet itt próbálni még exiteket szerezni. Hárman a CT-k megindulnak ellenfelük kezdőink keresztül. Hát, hogyha itt vakapunk keresztül meg tudják szerezni majd ezeket a bizonyos exit fregeket. Rex beszúr egyet a sivatagival. Na és megérkeznek akkor hátba. Lekapcsolják Balniát és ajaj, Norberto is lamasztikába kerül. Kapja a sebzést rendesen. AK van a kezében. Jó lenne, hogyha azzal kiérne a rakóról, de nem fog sem ő, se csapattársa. Emellett kettő CT is belehal a bomba robbanásába, de összességében ez egy abszolút okés kör volt a Meta Tenseitől, hiszen nyilván nem nyerték meg a kört full echo-ral, vagy full echo-ban nem is erre pályáztak elsősorban, de hát vagy lelőtték, vagy pedig berubbantották az összes ellenfelüket, így nem tud egyáltalán bankot építeni a Paraspeak.
Minden esetre érkezik a fegyvervásárlás, mert a Tensei-től, ahogy azt be is lebegtettük korábban, és hát Rex-től a jól megszokott P9, ugye az előző mapról, Nuke-ról szintén érkezik, és hát nem csak a P9-nek és a vásárlás a cégnek, hanem egy gyorsabb B-foglaló, és hát gyakorlatilag a teljes B-set kontroll már Norbertói kezében, utóbbi játékos pedig fregelni is tud, megvan a nyitó a parasztiknek, Csari, aki elholik Novisnál, ott a következő dupla ember előnyben közben nyilván lekerült a bomba, és Andrássy még fregel egyet, Rextől viszont jó a dupla a P9-en, de hát Galaternek a megtízese erre a range-re tökéletes vele szemben álló szintén SMG ellen. Tehát itt gyakorlatilag Sheevesnek kéne egy V3-ot megoldania, de hát a legjobb döntés számára mindenképpen a mentő akció lenne. Hát egy kicsit fiesta volt ott hosszún, ott ment a blokkolás, ment a kis team damage. Kicsit több szerencsével Rex még ott egy triplát is hozhatott volna a P90-nel. Na viszont hát Palniának nem számít, hogy közeli vagy távoli range-en van a Mac-10-essel, ugyanúgy tud fregelni. Galatert mondjuk elveszítik a bomba robbanásában. És igaz, hogy csak ezt a Mac-10-est, illetve egy AK-t tudják kvázi kimenteni a paraszt pékesek, de hát CT oldalról pedig nincsen egyáltalán túlélő játékos, szóval igazából még mindig a kezében tartja a mérkőzésnek a flowját itt Ancient-en a paraszt pék. Hát hagyd ki egy kis kívánnivalót maga után, természetesen a vásárlás 2 Mac-10, bár lehet, hogy a második Mac-10 vásárlás direkt erre az anti-echo-ra vagy anti-half-buy-ra érkezett, hogy tudjanak egy kis pénzt farmolni majd az SMG-kkel. Hát a CT-knél pedig, ahogy mondtam, ez a inkább echo-körnek mondanám, 2 játékoson kevó, végig upgrade-elt pisztolyok. Ezzel is lehet azért kellemetlen meglepetést okozni természetesen majd a támadóknak, de nem vétenek nagy hibákat a paraszt pékesek, akkor kisvártatva bizony 4-0-ra kell, hogy vezessenek. Sheevesztől jó a pík, a CZ-vel megvan neki Novis, és nagyon jó a zsebzés ott Balniára, óriási fejest tudott kiosztani ezzel a Failing Machine pisztollal. András se viszont szintén egy fájtas lövés közepette Rudit, illetve Rexet is át jönni, Galater pedig beugrik itt B-lénen, Sheevesztet és Charit tudja kiszedni, András pedig Micro-val végezik, hát ahogy megnyitotta a kördégül le is zárta, igazából hármat lőtt ő, Cherry csapattársa pedig összesítve. Bocsánat, nem is Cherry, hanem Galater csapattársa pedig igazából 2, úgyhogy téged idézve egy full house a parasztpékesektől, és hát ahogy korábban be is lengedted, érkezik a 4-0, emellett pedig egy teljes investálás a CT oldalról. Nézzük, hogy meg lesz az első kör immáron végre a MetaTensei-nek, vagy tovább tud elhúzni a parasztpék. Kicsit neccesen indult ezzel a majdnem dupla freggel képből a CZ-vel, de azért mégiscsak meg lett a győzelem a parasztpéknek. No de akkor tényleg rákanyarodva erre a kör, előkészítenek egy gyors B-popot. Rex füstön keresztül szerzi meg a nyitót, és érkeznek rampán B-ra korra a támadók. Nézzük, hogy mi lesz ebből. Kép ki van smoke-olva. Talán egyébként a füst közepén tudnák is élesíteni a bombát. A támadók Norberto elviszi shiftet. 4v4-ből 4v3 a parasztpik javára, hiszen ugyanúgy füstön keresztül Balnia ki tudja túrni ellenfelét, de ezt Micro viszonozza, a plantoló Balniát tudja likvidálni, Rudi pedig megint csak füstön keresztül szedik ki Novist, Micro folytat, és az óriási káosz közepette, Norberto marad 1v3-ban, nem nyerhetetlen, egyébként megvan a 2 frag a spray-jel, a harmadik viszont elmarad, Rex éppen ott csak az utolsó pillanatokban megérkezik és tud trédelni. Hát nem volt ez azért sima, minden esetre megvan a MetaTensei-nek az első abszolvált köre CT-ben, de egyetlen egy túlélő játékossal, így hát kisebb túlzással nyert kör után ekózniuk kell, de nyilván kijött egy VP2 M4-et tudnak venni, hát emellé be kell szúrni 2 darab MP9-et, nem annyira tragikus a helyzetük, de másik oldalról egyébként így, hogy a bombaplant elmaradt, Paraszpéknek sem annyira jó az ekonomiai helyzete. Mindenképpen nice try itt az 1v3-on maradt Norbertótól, tényleg Rex 45 HP-val ért tud, hát nincs idő befejezni a mondani, ott érkezik egy újabb B-támadás a támadóktól, Cherry, aki ellövi Galatert, Norberto azonnal válaszol az előbb emlegetett CT-re, és ott a következő frag, megint csak Norberto lett a körnek a hőse, közben lekerül ő általa megint csak a bomba Novisztól, jó a felett, viszont kap egy counterflash-t előtte. Ezzel a megtennel erre a range-re akár tökéletes is lehet,
közben amúgy Mike-ot tudja kifejelni, az előbb körhősének kikiáltott Norbertot. Novis lopja a távolságot a füsszén, kifejeli azonnal az előbb fregálni tudó Mike-ot, viszont Rex őt tudja előni. 2v2-ben. Vagy márom csak 1v2-ben az utolsó ebben, mert a tenszer játékos pontosabban Rudi tudja, hogy András nagyon lovos, egészen eddig nem akad be a frag, AVP vagy a megtelés, nagyon úgy néz ki, hogy Balnia most meg tudja oldani az 1v1-et, ezáltal pedig 5. körét tudja megszerezni csapatának, hát gyakorlatilag ebben a körben is kialakult egy jókora nagy fiesta, tehát végül a támadó csapat eredményesebb tudott lenni, a pénzügyi helyzetet pedig pénzügyi helyzetre ránézve a Meta Tensornél pedig maradjunk annyiban, hogy nem annyira rózsás a helyzet, érkezett talán egy kisebb ekkókör, vagy akár egy félig ekkókör, de Desi Echo, ezt arra is szoktuk mondani, de hát végül érkezett a M4-es, illetve 3 darab Desert Eagle, egy 5-second némi jellegű utility, vele szemben pedig hát maradjunk annyiban, hogy egy majdnem hogy tökéletes fegyven arzenál a téktől. Novis vállalja az első kontaktot, el is süti az AVP-t, de eredménytelenül. Rudi húzogatja az oroszlán pajszát a Dezivel. Sebzés egyelőre egyik oldalon sem jön ki. Úgy néz ki, hogy próbálnak inkább itt A felé stackelni a védők, egy kis gambolt lehet, hogy meg fognak próbálni. A B-rakot teljesen üresen hagyták, és egyelőre ez egyébként a tökéletes callnak ígérkezik. Hiszen B előtt egyetlen egy támadót parkolt csak le a Paraspeak csapata. És nagyon úgy néz ki, hogy végig szeretnék vinni ezt az A-splitet. Norbertoik megérkeznek középről, meg is van a nyitó. Hát itt a fegyverzeti fölénye abszolút megvan a támadóknak, és úgy néz ki, hogy ezt kamatoztatni is tudják. Dupla emberlő nyimmárom. Micro tud szépíteni a helyzeten. Egyetlen megmaradt nagy fegyverrel. 1M4 a kezében. Megvan a dupla Micronak 3v3. Na ez innen még érdekes lehet, csak probléma a védők számára, hogy Mike-ról lekerült nagyon-nagyon kevés HP-ra, tudják is tegelni egyébként, de még mindig életben fánkban. Rudi pedig a Dezivel kifejelni, Balni állt. No, 3v5-ből, 3v2-ben emberelőnybe kerül a Meta Tensei csapata, és gyakorlatilag egy sakba kerültek Novisék. Mike-ról ad egy teljesen fölösleges píket és lehetőséget az ellenfeleknek a frag megszerzésére. A Charlie-tól nem rossz a sebzés, de a fregek elmaradnak. Hát egy kicsit talán elkapkodta ezt a Meta Tensei, fölöslegesen píkelgettek, főleg Fangból, hogyha ott letartják simán a crossfire-öket, úgy gondolom, hogy ez a 3v2 hiába a gyengébb fegyverzet, könnyedén meg lehetett volna. Kicsit túl agresszívan álltak bele ezekbe a szitukba, ezt a lehetőséget pedig ki is tudta használni a Paraspeak csapata, így pedig már 6-1-re tudják növelni az előnyüket. Egy körre, tehát attól a Paraspeak, hogy megnyerjék az ominózus első félidőt, azt a félidőt, amit igazából a késkörnek köszönhetően, hát úgymond maradjunk annyiba, hogy rosszul jött ki nekik, de hát közben Norberto megint csak entrizol, ott a dupla tőle, félig vakulva sisztol itt az első, de hát nincs ott a következő, mert Norberto elpusztíthatatlan ebben a körben is, megint csak triplát láthatunk a Paraspeak, tehát nem csak az előző mapon, de ezen a mapon is az egyik legjobb formában lévő játékosától. Rextor még jó a szépítés, András se tudta előni, Balnia pedig letartja őt lénen, és hát gyakorlatilag 1v3-at kéne egyessel okoznia a maradék utolsó életben lévő CT játékosnak, pontosabban Rudinak, aki tartja a fédelő smoke-ot, illetve tartja a gallatert. Ez egy ingyen frag neki, de hát maradjunk annyiban, hogy 1v3-ból 1v2-t tud csinálni, nem fogja lehozni, hiszen nincs pénz a csapatában, illetve őnála sincsen semennyi dollár sem. Ezáltal pedig a Paraspeak abszolválni tudja a félidőt. Hát nagy a lose bónusz, de sovány vigasz. Ez most a Meta Tensei számára. Rudi tud majd dobni egy M4-est a csapattársaknak, vagy a csapattársnak valamelyiknek egyes számban. Többieknek viszont ebből a 3000-3500 körüli összegekből kell valahogy megoldania. Kiskevó M4 talán FAMAS vagy MP9 hasonló vásárlást tudok elképzelni. Hát Shift M4. Akkor Rudi dobott egy hangtompított verziót, egy P91, MP9, hát diverzi fegyverpaletta, mindenkinél más és más. Nem lesz egyszerű dolga viszont így a Meta Tenseinek. Na, Rudi megszerzi a nyitót az AVP-vel, de Norbertótól azonnal érkezik rá a válasz a map másik oldalán.
Itt az egyik védő, egyik B védő kicsit talán agresszívabb volt a kelleténél. Balniának megvan a cave control, egyelőre még csak félig. A második felét sem tartja egyáltalán a Meta Tensei. Felpikelt egyébként teljesen rampán, ha jól sejtem Norberto, hiszen ott van a védőjátékos holteste egy MP9-essel. Agresszívan így megvan az egalizálás, ami az emberrelányokat illeti természetesen. Na és akkor most behúzta egy kicsit a kéziféket a Paraszt Peak csapata. Nyilván tudják, hogy valahol A környékén ólálkodik egy mesterlövész, Rudi az AWP-vel. Talán ezt el is akarják kerülni minden esetre. Egyelőre main-t letartják még. Árban pedig úgy néz ki, hogy előkészítenek egy B-execute-ot. Nézzük, mi lesz ebből. Érkeznek a füstök. Érkezik egy molotov rámpára, az egyelőre megállt parancsol a támadók számára. De nem lehet ezt a végtelenségig húzni. Rudi lefelé Galatert. Chari pedig egyetlen egy fregre jó. Balnia ezt trédeli. Egyelőre itt tartja az emberölönyét a Meta Tensei. A bomba viszont mondom azt, hogy le fog kerülni a Balnia által, de egyelőre még inkább a szöget tartja. Na most talán szóltak neki, hogy le kéne tenni a bombát, és akkor nézzük, hogy hogy fog hozzáállni ehhez a ritékhez a Meta Tensei. Micro lopja a távolságot közte és Balnia köz, viszont jó a crossfire Novistól, a lövést viszont elvéti az AWP-vel, és hát itt a kérdésedre a válasz, Dogi. Hát gyakorlatilag egy miss követően mind a két T-játékost lerassolják, igazából Novisnak volt jó a frag az AWP-vel, illetőleg Rex érkezett végül a P90-nel, amit tőle már megszokhattunk, ezennel második körét tudja abszolválni itt az Ancient-ön. Immáron a Meta Tensei, pontosabban a 9. kört tudták elhozni számszerint a 9. kört tudták elhozni. Immáron pedig, hát akár el is indulhatnak afelé, hogy mondjuk erről a 7-1 vagy 1-7-es állásból egy 5-7-es állás faragjanak maguknak. Az biztos, hogy összesítve van még 3 darab karika, amit le kell játszani a feleknek ebben a félidőben. De úgy néz ki, hogy a pénz viszont most fogyott el a Paraszt Peak részéről, ha bár azért a Meta Tensei sem büszkélkedhet nagyon sok mennyiségű ezernyi dollárról akár. Emellett viszont érkezik megint csak egy gyors B rampa támadás a támadóktól. Búcsari próbál bújni a fűzben, de nem mernek átjönni egyelőre a támadók, vagy hát aki át mert jönni, azt pedig lekaszálták a B-védőkhez. Gyakorlatilag egy fűzbe ment terv, halva született próbálkozás, 1v5-ben Balnia. Na, voltak már szép fregjei egyébként itt a Mac10-esse, jó a vakító. Na, Rex a másik SMG-vel érkezik. Ezt csatát viszont most a P90 nyeri. Flawless kör a Meta Tensei által, és egy hétről most felkapaszkodhatnak akár 4 hétre is, hiszen mindenképp egy Echo-t be kellene iktatnia a Paraszt Peak csapatának. Potenciálisan akár vissza is kapaszkodhatnak az előbb pedzegetett 5. körükre itt a Meta Tensei-esek, nyilván ettől még elválasztja őket ez, illetőleg a következő karika. Az biztos, hogy most egy lélegzetnyivel könnyebb kört kéne abszolválniuk, minden esetre érkezett is egy darab Technán, illetőleg egy darab Dezi a támadóktól. 2 füst, 2-ről a flash kísérletében a többiek mind blokkoznak. Hopp, ott viszont nem akad be a feje Norbertónak füstön keresztül a frag. Emellett, ha jól látom, akkor valamelyik CT játékos már lovos, gondolom ott egyessel A-templomban található player kaphatta az áldást, egy darab lövést kapott a glockos playertől, aki vele szemben nézett, közben áll hosszún, Rex pedig gyakorlatilag egymaga majdnem, hogy bedarálja itt a Paraszt Peaknek a midpushát, tripla P90-nel, és hát Rudi Mikro, akik végül lezárják a kört, pontosabban Rudi és Mikro, akik lezárják a kört, András, illetve Galatter nem tudtak semmit sem kihozni ebből a kettő viadből, hát nyilván Echo-sztak glockjaik voltak, tehát maradjuk nem, hogy esélyük sem volt, főleg a Mazarin a P90, illetve hát az őket lepikelő M4, A1-es, illetve AWP ellen. Viszont az Echo kör után érkezik egy újabb vásárlás, megint csak a téktől. Talán, hogyha 8-4 lenne a félidő, akkor az egy biztosabb pont lenne itt a támadók életében az oldalcsere utáni körök majd, de minden esetre ehhez egy-két szava lesz majd a Meta Tenseinek is. És közben Novis, aki végül elvéti lövéseket. Shift viszont egyáltalán nem hibázik, kifejeli azonnal a Galatert ember előnybe tendálva ezzel a csapatát. Réde egyelőre elmarad. Shift. Próbálkozik még itt kép környékén, kicsit kockázatos, amit csinál, de mid le van tartva és el van smoke-olva, szóval onnan biztonságban van, de itt van még Gepen Norberto, akinek
kicsit megkésve, de összejön az a trade. Rampán ott kilógott doboz fölött, Micronak a feje egy pillanat erejéig. Micron végezetül a Krieggel be is tudja gyűjteni Norbertus kalapját füstön keresztül. Egyelőre egel, ami az ember arányokat illeti. Egyenlő módon mentek a fregek, illetve a trédek oda és vissza. Nagyon úgy néz ki, hogy ezek után feláll egy A-Execute Raparaz pick csapata. Egyetlen egy füst érkezik Elbóra. Rudy viszont így továbbra is tud tartani keresztbe egyébként templomból. A második smoke funkot fogja kizárni. Hát Rudy pedig ezüst tálcán kap egy freget mindenképp, aztán lehet, hogy többet is. Egyelőre próbálja kiflesselni magát. Jaj, egy hiba! Aztán a korrigálás bajnia marad 1v3-ban. Ez egy teljesen nyerhetetlen szitunak tűnik. Ott van egy játékos elbóban, egy fánkban, egy templomban. Nincs nagyon ideje. Micro mondjuk belepékel ellenfele célkeresztjébe, de Charitól azonnal érkezik a trade. Ezzel pedig egy hétről, sorozatban 4 megnyert körrel 5 hétre tud visszakapaszkodni a Meta Tensei az első fél időben. Kicsit talán elkapkodta a paraszt pick ezt az utolsó 4 kört, habár ahogy korábban te is említetted, azért a pénzügyi helyzet sem könnyítette meg egyáltalán a dolgokat, sőt inkább nehezítette azt, minden esetre a MetaTensei neve mellé megint csak beírhatta egy piros pont, hogy hát igazából amit comebacket tudtak egyelőre okozni azzal a lehetőség, vagy hát azzal a comebackkel, amivel élniük kellett, hát azzal a lehetőséggel éltek is. Mindenesetre meglátjuk, hogy ezt az ominózus második pisztolykört, és hát igazából a BO3 tekintetében az utolsó pisztolykört sikeresen konvertálni tudják-e a maguk részére, vagy pedig az ellenfelük, úgymond könnyebben bedarálja őket azokkal az egy tap fejes USP-kkel. Mindenesetre érkezik a fánfoglalás a téktől, jó a tegelgetés, de nem akad egyelőre belőle frag, viszont Andrássi megnyitja a kört, a dual barrel-t, a Rex pedig azonnal ott van is refregeli őt. Na hát 4v4-es riték élesedik pillanatokon belül. Még azt a smoke-utat elbóba meg kell várni. Novice, na elébe megy a dolgoknak a berettákkal a fregel, de a berettákból kapja vissza a fejest ugyanúgy Micro keze által. Hát akkor 4v4-ből 3v3-as riték alakul ki. Nincs túl sok utility a CT-knél, és nincsen kit egyáltalán, chipkedniük kell magukat, elég kényelmes helyzetben találják magukat a támadókmákról, az egy gyönyörű frag, és széthullani látszik teljesen az a riték próbálkozás, három különböző szögről tartanak a támadók, így gyakorlatilag a végén nem volt a parasztéknek egyáltalán esélye. Megvan a pisztolykör tehát, ami a második fél időt illeti a Meta Tenseinek, CT-ből viszont sanszos, hogy vissza fog forszolni a parasztpeak. Egy körre tehát attól a Meta Tensei, hogy kiegyenlítsék az állást, és egy hétről egészen 7 hétig tudjanak kapaszkodni. Ezáltal pedig gyakorlatilag egy teljesen új meccs kezdődne ugye a két fél között, hiába ugye a lejátszott, hát a lassan lejátszott 14 kör mennyisége, azért az nem sok mindent jelent, nyilván még hátra van nagyon sok kör vissza, nagyon úgy néz ki. Érkezik viszont egy óriási támadás közben a paraszt píkesektől, bocsánat, a Meta Tenseisektől, András, aki végül megnyitott a kör, de Shifts gyönyörű szép egymás utáni duplával a kör megnyitó Andrásit, illetve a csapattársát, aki állszett a helyezkedettel balnél tudta kifeszedni a körből. Közben Micro, aki megint csak ügyeskedik, óriási fejes az AK-val, Norberto esik neki áldozatul, Micro duplázni tud, Novice esik neki áldozatul, és hát végül Galater még azért egy fejes be tud szúrni Shiftsnek ezzel a 5-7-nel, ez az a 5-7, ez az a piszta, ami gyakorlatilag hát új aranykorát éli, ahogy így olvasgattam a közösségi médián, egész jól lehet vele darálni ilyen close range-eken, amit hát Galater gyakorlatilag prezentált is nekünk gyönyörű szépen. 1v3, 1v4-ről 1v3-at tud csinálni, tehát a bomba lekerült, ezáltal pedig nem fogja megpróbálni a ritéket, amire igazából maradjuk annyi, hogy valami kevés lehetősége volt. A bomba pedig felrobban, ő viszont túlél, de maradjunk annyiban, hogy a Meta Tensei immáron révbe ér és kiegyenlít. És nem csak hogy a 7-7, de nagy valószínűséggel a 8-7-es vezetés is meg lesz a Meta Tenseinek, hiszen be kell iktatni egy full echo-t a paraszt peaknek. De nagyon-nagyon minimális investálás érkezhet, egy néhány upgrade-elt pisztoly, meg pár gránát. Ennyi lesz a paraszt peak palettáján összesen. Hát ez tényleg papírforma szerint sima liba Meta Tensei kör kellene, hogy legyen. Aztán néha szoktunk csodákat látni, ott 2 darab Zeus is érkezett Cave-be. Egy probléma van viszont, Cave-ből nem érkezik egyáltalán támadó, pedig az elképzelés alapvetően jó lenne. Egyelőre Funk és Vörös felett tisztáznak a támadók, de
Hát, hogy itt shifts? Nem marad meg, letisztázott teljesen vöröset, de halálába sétál bele. Galater nem csak, hogy meglövi ezzel az entry-t, hanem tud upgrade-elni egy AK-ra. Ha jól forgatja azt a kezében, még okoz kellemetlen meglepetést egyébként a meta tenseinek, de akik benn vannak egyébként. Mindeközben bombával árakon, pillanatokon belül be is lehet ütni azt a kódot. Vona, Galater, nézzük, okozhat kellemetlen meglepetés, megvan egy, meg nem lesz meg a második. Kari trédel, hát és akkor jöhet a Dara, Micro, 2-3. Balnia trédel az egyedüli túlélő CT-ben, de Charitól szint úgy érkezik azonnal a tréd. Hát kicsit azért necces lett ahhoz képest, hogy ez egy sima anti-echo kellett volna, hogy legyen. Ilyen körökben azért nem igazán érdemes áttolni a smoke-ot, mert könnyen kellemetlen meglepetésekbe bele lehet sétálni, ahogy ez meg is történt. Azt az AK-t pedig ott CT-ből sikerült szó-szó kamatoztatni. Egyfeleg összejött, de legalább a trédek jók voltak a meta tenseitől. Megvan így a fél időben 2, illetve már a 3-0-ás vezetésük, illetve összességében is átvették 8-7-re a vezetést. A Paraszpék oldaláról viszont jött az első CT nagyvásárlás. Norberto nagyon jól táncikál itt a füst mellett, viszont Rudy és Micro nem fognak bepikelni egyelőre cheatába. Helyettek közön próbálják megosztani az áldást a velük szembenéző CT-nek. Az a füst tökéletesen kizárja a támadókat, viszont van fölötte gép, tehát mindenképpen onnan lehet fregelni. Úgy ahogy Balni azt meg is teszi, igaz, hogy nem itt, hanem a pálya egy teljesen másik pontján, pontosabban vörös szobában, hogy tudja kiszedni az egyik T-játékos füstön keresztül. Óriási fejest osztott ki ezzel a famasztor, úgyhogy ember előny most a Paraszpik neve mellett. Shifts 47 HP-val, többiek pedig hát majdnem mindenki full HP-val, ugye Rudit és Rexet leszámítva. Az egy nagyon jó zónázó molotov, egyelőre viszont nem születik frag. Minimapet elnézve, pedig sikeresen ki tudott backelni itt a Novice, aki jelenleg már csak 60 HP-val próbált túlélni. A flash nagyon jó, de nem akad be egyelőre a frag Charinak. Viszont mehet akár tovább, Shifts ki tudja egyenlíteni most már az ember hátrány szitut, és Cseri azonnal kialakít maguknak egészen eddig a pillanatig egy ember előnyt. Balni, aki megint csak ember regált tud okozni. A mapon 40 másodperc sincs már ami a rendelkezésére áll itt a metatenszereseknek ahhoz, hogy bevigyék a támadást, és akár bombát pantoljanak. Andrássy pedig nem csak egyet, hanem kettőt is tud fregelni. Rudy 1v3-ból 1v2-t tud okozni, de hát maradjuk annyiba, hogy Balnia meg kell túrja a füstöt, és meg is túrja azt, ezennel pedig megint csak kiegyenlítenek a Paraszpíkesek. No, hát akkor abszolút tiszta nappal indíthatnak mondhatni a felek, hiszen mind a kettő oldal nyert már itt a második fél időben kört, nagy vásárlásról beszélvén. Mind a kettő félnek, szó van pénze még egy nagy vásárlásra. A támadók húztak természetesen a bukott kör után a rövidebbet, de úgyhogy kettő túlélő játékos maradt CT oldalon. A Paraszpik sem tud igazán nagyon bankot építeni egyelőre. Tehát könnyen lehet dupla vagy semmi. Ez a kör könnyen el lehet húzni innen 10-8-ra, akármelyik csapat is nyeri meg ezt a karikát. No de, tegyük fel az írva pontot, először várjuk meg a körnek a végén. Egy egyes csere, középen Novice nyit, Shift és Charinak viszont van egy-egy válasza. Egyelőre ember előnyben a meta tensei, füstön keresztül elkerülik egymást a játékosok. Shifts át tud slisszanni azon a smoke-on teljesen észrevétlenül, és ő kerül ezáltal Joker poziba. Erre nem létezik, hogy számítsanak a CT-k. Norberto ott van hosszún, csak le kell Shiftsnek tisztázni ezt a szöget. Visszafordul Norberto, de Shiftsnek megvan a frag. Innentől kezdve pedig nyitva vannak a kapuk. Be lehet sétálni B-re. Balnia próbál vörösből szépíteni, de Shifts kitappolja ellenfele fejét. Andrássy az egyedüli túlélő, teljesen tehetetlen, le van tartva a flank. Ezzel pedig 9-8-ra ismételten megszerzi a vezetést a meta tensei. Pénzügyi szempontból pedig egyáltalán nem áll jól a szénája most a Paraszpíkeseknek. Vagy beiktatnak egy echót, vagy hát ahogy ők is tesznek, kis pisztolyokra investálnak, illetőleg megpróbálják kiegyenlíteni azt az egészen szétszórt bankjukat, ami jelenleg van. Érkezik is 2-5-7, illetve 1-P2-50 mellé, még egy Dezi némi jellegű utility, amivel talán megpróbálhatják kizárni a
potenciálisan egy helyre érkező támadókat, akik igazából hát nem fognak egy helyre érkezni egyáltalán. A gránát sebzés ügyileg jó, Mike-ról lekerül 68 HP-ra, Andrásség viszont egyre nem tudnak fregelni, Novis, aki elvégül Mike-ról, Rex viszont bedarálja az előbb emlegetett játékos, Rudy is megérkezik, Galatát tudja begyűjteni magának, jó a gránát, és ott a következő fel Rudytól, Rex pedig füstön keresztül lezárja a kört, Balniát iktatja ki, ezennel pedig hát igazából 10-8 az állás, és kettő körrel vezet a Meta Tensei. Erre még ezen a mapon egyáltalán nem volt lehetőségük sem, illetőleg nem is volt rá példa sem. Viszont érkezik a vásárlás a CT-től, egy fokkal nehezebb kör elé néznek most a Meta Tensei támadói. Na hát érkezett az a 10-8-as részeredmény, amit én már a pénzügyi helyzetek miatt abszolút megelőlegeztem. Megint csak ez egy dupla vagy semmit lehet a Meta Tensei oldaláról, hiszen ha megnyerik ezt a kört, akkor könnyen lehet, hogy matchpontra is fognak kerülni, hiszen nullára vásárolta magát a Paraspeak csapata. Shifts ráadásul nyit, de kapásból három válasz érkezik rá a Meta Tensei-től, illetve a Paraspeak-től, bocsánat. Meta Tensei-nél maradt kettő túlélő játékos, négy darab védővel szemben. Ott Mike-ról áttolja azt a füstöt. Nem volt ez egy jó döntés, így utólag kívülről 1v4-ben maradt Charry. Nem lesz úgy néz ki, hogy ebből matchpont még egyelőre, de 11. kör sem. Maga biztos védelem egyelőre ebben a körben a Paraspeak oldaláról. Hát Charry itt legideálisabb esetben talán egy plantot össze tud hozni, de itt B-rakót kettő darab védő is óvja. Egy rövidről, egy pedig már kitolta teljesen rámpát, szóval hát ezzel egy kis információt is szereznek természetesen a Paraspeakesek, de ha csak itt letartják a szögeket, akkor könnyedén meg kell legyen ez a kör számukra. Na, jó volt a shoulder peak, Charry megnyeri éppen ott csak azt a gunfightot, de rámpára nem fog számítani. Galatának itt meg kellene akadályozni a plantot, meg is érkezik, játszik könnyedségben, hátba lövi ellenfelét. 9-10, zárkózik a Paraspeak. Egyelőre van még pénz a Meta Tenseinek a vásárlásra, és talán ezzel a minimális fölénnyel még egyelőre nyerekben érezhetik magukat. Ha jól láttam, akkor itt Micronnak kellett droppolni azért egy AK-t, ha jól gondolom, akkor Novis volt, aki ezt megtette neki. Minden esetre, ahogy te is mondtad, nagyon fontos kör elé nézik, hiszen amelyik csapat meg tudja nyerni a kört, az hát véleményem szerint valószínűleg, hogy meg is fogja nyerni az Ancient-ot tényleg, hiszen egyik csapat sem élvezheti az úgymond ekonomiai előnyt, és hát amelyik csapat itt most betlizik, az mindenképpen a kövi körben vagy ekózni fog, vagy pedig nagyon max egy force bite-ot beiktatni, ezennel pedig kvázi át kell adja úgymond a következő kört félig az ellenfélnek, úgy ahogy Charry átadott kemény 48 HP-t az ellenfelének, 52 HP-val kéne valahogyan megnyernie és túlélnie ezt a kört. HP-k tekintetében mindenképpen a CT-knek dukál egyelőre ez a karika is, viszont az ott egy rontott smoke volt Norbertoéktól, ha jól láttam, nem hinném, hogy ott a boostoló, hát jelenleg nem boostolnak ugye a támadók, de a potenciálisan boostoló támadóknak a vízsönnyét akart, illetve a szöveget akarta volna kizárni, azzal azt mondta, hogy mindenképpen az egy rontott füst, Micro, illetve Galater közt megvan a kontakt, utóbbi pedig egy jókor adag HP-sebzés elé szenved, és másodperceken belül meg is indulnak a ték, hogy bevegyék és letegyék ezt a bombát a B-szájtra. Ó, ráadásul dupla entry-vel. Bomba kicsit le van maradva, fakapu mögé lett elhajítva, de semmi probléma, be lehet az gyűjteni, és akkor kicsit megkésve ugyan, de lehet ütni a kódot, lehet élesíteni a C4-est. Hát a védők, viszont nem volt az rossz próbálkozás. Picit hamarabb húzza meg az elsütő billentyűt, akkor lehet, hogy megvan az a frag, de igazából nem osztott, nem szorzott volna, hiszen akkor is egy 3v4-es riték majdnem teljesen lehetetlen már ezen a ponton. Nem is közelítettek egyáltalán a CT játékosok. Ez a save már be lett hívva egyértelműen. Andrássy még egy exitet tud lőni, de Charry ezt trédeli. Novis elvéti a lövését a VP-vel. És torul a horok a nyaka körülménybe, még talán meg tud szökni. Ketten érkeznek rá midről, ketten érkeznek rá T-kezdőről. Itt marad mainben, vissza fog píkelni, elég vakmerő Novis, és ezt Rudy bünteti is. Nincsen kimentetni fegyver a Paraspeak oldaláról, és nincsen nagyon pénz. Nagyon könnyedén matchpontra kerülhet a Meta Tensei ezzel együtt.
gyakorlatilag mindent is láttunk már ezen a mapon, ugye egy hétről még egyszer kiemelnénk, hogy egy hétről kellett a meta tenszereseknek valahogyan felállni még az első fél évben, most pedig már ott tartanak, hogy ahogy te is mondtad, egyetlen egy kör választja őket attól, hogy map, illetve matchpontra kerüljenek, ezen ne pedig ugye egyetlen egy kör választaná őket attól, hogy tovább üssanak majd a Spirit Gaming ellen akár megpróbálhatnak bejutni is, de ettől még mindenképpen kettő darab karika elválasztja őket. Ezért Eagle-ökkel, illetőleg kettőről a 5-7-nek kell szembenézniük majd cseréjéknek úgy, hogy van egy VP-jük, 4 AK-jük, és hát még ha jól számolom, akkor 4 darab füstjük, amiből most már egyet el is hajtanak. Érkeznek különben flash-ek kíséretében is, hát gondolom én a terelések. Közben Shifts nagyon jó helyen van már Ben, teljesen általában került a paraszt píkeseknek. Nem csak egyet, hanem kettőt tud ülni, Novice és Galater kiesnek a körből. Odrasi még Defrager, Rexed, hát Micro megérkezik cheatával, és gyakorlatilag balni át, és hát letolt gatyával igazából, de ki tudja fregálni. Micro duplázik megint, csak Norvet tudja ellőni a körből, és végül Micro, aki befejezi szám szerint itt 21. körünket, úgyhogy maradjuk annyiban, hogy ahogy te is korábban mondtad, matchpont, illetve nem csak map, hanem matchpont, hanem meta tensei, és hát egyetlen egy kör választja el őket attól, hogy tovább jussanak a Spirit Gaming elleni BO3-ba. És nem lesz VP védő oldalom, a Famas is kicsit lefelé húzza a Firepower átlagot. Nagyon jó lehetősége van már most a lezárásra a meta tenseinek, de legalább utility van a védőknél. Ennyi most vigasztalhatja őket. Nem lesz viszont emberről, hogy nem lesz anti az oldalokon. Shifts nyit, Novice egyel tud szépíteni, de Micro ezt azonnal trédeli. Ott fújjaj, valaki kiesett a szerverről, paraszt peak oldalról. Hát szegény embert még ág is húzza esete. Dupla emberölönyben a meta tensei. Hát ez rosszabbkor nem is jöhetett volna. Vörösbe érkezik egy molotov, elég mélyre, így egyelőre az első részen ott tud még maradni a védő. Na, Norberto próbálja tartani ezt a bét, de egy frag után Rudi azonnal trédel. Balnia marad 1v3-ban, természetesen itt szévelésről szó sem lehet, meg kell próbálni. Meg kell próbálni ezt az 1v3 ritéket valahogy a famasszal. Nem akar upgrade-elni, nem akarja eladni a pozícióját az eldobott fegyverrel, de hát így sem lesz nagyon esélye. Lopja rámpa fele a távolságot, araszol B-rakó irányába, de annyira erős az Afterplant setupja a meta tenszernek, hogy teljesen esélytelen balni a helyzete. Így 13-9-re megnyeri a Decider pályát a meta tenszernek.